Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Új adózási könnyítéseket hozott a kormány. A taxisok után további több mint 81 ezer kisvállalkozónak ad június 30-áig mentességet a kormány a kisadózók vállalkozások tételes adója fizetési kötelezettsége alól a koronavírus járvány miatt, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke üdvözli ezeket a döntéseket. Azt mondja, ez jelentős könnyebbséget jelent a vállalkozóknak, és ha vége van a válságnak, akkor könnyebben állnak majd talpra. A taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA általány adófizetési kötelezettség alól. Ez az adómentesség érinti a fodrászokat, festőket, villanyszerelőket, víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelőket, burkolókat, vendéglátásban és járóbetegellátásban dolgozókat, előadó művészeket, valamint asztalosokat, testedzőket, idős gondozókat. A mentesség a katások ötödét, elsősorban a lakossági szolgáltatást végzőket érinti, mivel nagyjából 391 ezer szereplő adózik ezzel a kedvezményes formával az országban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke üdvözli ezeket a könnyítéseket, mert, mint mondja, ezeknek a vállalkozóknak jelenleg nincs vagy csak alig van megrendelésük és bevételük, így nem lennének képesek befizetni az adót. Ezekben a szakmákban szinte megszűnt a tevékenység, gyakorlatilag nincsenek megrendelések, a kiürültek a szolgáltatás helységei, gyakorlatilag nem látogatják őket a megrendelők, illetve nincsen egyszerűen lehetőség arra, hogy a következő időszakban ott változás lesz. Ezeknek a vállalkozásoknak majd csak augusztus 12-én kell legközelebb adózniuk, a júliusi munkavégzés után. Azoknak a katásoknak pedig, akik adótartozást halmoztak fel március előtt, egészen a veszélyhelyzet lezárulása utáni negyedik hónapig nem kell befizetniük az adót. A felhalmozott tartozást 10 hónapon át kell majd törleszteniük. Ebben az esetben késedelmi pótlékot sem számít fel az állam. Továbbá 11-el bővült azoknak az ágazatoknak a listája, ahol minimális járulékot kell fizetniük a munkáltatóknak, a munkavállalóknak pedig csak 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük március, április, május és júniusi hónapra vonatkozólag. Fischer Sándor azt mondja, így a cégek egy időre fel tudnak lélegezni, és ha vége van a válságnak, akkor gyorsabban és könnyebben tudnak majd talpra állni. Én úgy érzem, hogy azok az intézkedések, amik most történtek, az könnyebbséget jelent a vállalkozóknak, egyfajta lehetőséget arra, hogyha vége van a válságnak, illetve megszűnik a koronavírus által okozott egészségügyi gondok, akkor ki tudjanak pontakozni, újra tudjanak kezdeni. A járulékok elengedése 100-200 milliárd forintba, míg a katások adó elengedése nagyjából 16,5 milliárd forintba kerülhet. Az iparkamara mindeközben felméri, hogy milyen hatással van a koronavírus a vállalkozások életére. A beérkezett visszajelzések abban segítenek az iparkamarának és a döntéshozóknak, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak számukra. Mi elsősorban abban próbáljuk őket segíteni, hogy körbenézzünk, hogy hol lehet esetleg kiutat találni egyes vállalkozásoknak. Itt láthatóan volt már olyan vállalkozás, aki át-át másfajta termelésre, például az egészségügyi eszközök gyártására, a géz meg egyebeknek a gyártására, és úgy néz ki, hogy ebből a szempontból tudtuk nekik lehetőséget biztosítani. Ott, ahol viszont nincs megrendelés, vagy a megrendelés jelentősen csökkent, ott ez egy lehetőség, illetve próbálunk biztosítani számukra olyan kiutakat, ami számukra megfelelő. Ilyen lehetőség volt az, hogy próbáljuk a kormányt ösztönözni arra, hogy egyrésztről támogatással, valamint adó és járulékok csökkentését vezesse be. Ezeket a területeket jelöltük ki. Úgy néz ki, hogy erre a kormány hajlandó, illetve a megfelelő
intézkedéseket meg is teszi. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón bejelentette, júniusra tetőzhet a járvány, és már most 30-40 ezeren váltak munkanélkülivé. Áprilisban és májusban tömegessé válik a munkanélküliség az országban, 100 000-es nagyságrendre lehet számítani. Azt is elmondta a miniszter, újabb ágazatok kaphatnak járulékkedvezményt. Csődbe mennek a virágkereskedők a koronavírus terjedése miatt. A kisebb boltok többsége már ki sem nyit, mert a mostani helyzetben szinte senki nem vesz virágot. A kertészetek és a nagykereskedők pedig éppen ezért nem tudják eladni a munkaigényes, már hónapok óta nevelt növényeiket, pedig éppen most bonyolítanák a legnagyobb forgalmat. A kormány egyelőre nem hozott a díszkertészeti ágazatot védő gazdasági intézkedéseket. 100-szor szép muskátli, ott már vannak kis muskátli dúgványaink, ott fönt akasztósokban is vannak nagy növények, ezek mind. De hát ez csak a töredéke, mert ugye balkon növények azok még később. Több száz négyzetméteren nevelnek saját ültetési dísznövényeket ebben a szekszárdi virág nagykereskedésben. A jó részt magról vetett, már hónapok óta gondozott virágok a koronavírus terjedése miatt most senkinek sem kellenek. Pedig itt éppen ezekben a hetekben bonyolítanák a legnagyobb forgalmat. Kiskereskedelmi részlegünk van itt elől, illetve hátul nagykereskedelmi részlegünk, ahol a kisboltosokat, viszonteladókat szolgáljuk ki, és saját termelést is folytatunk. Tehát, ha úgy veszük, minden részről érintettek vagyunk ezzel kapcsolatban. Ugye a nagykereskedelmi részlegünkben már a múlt héten, illetve az azt megelőző héten érezhető volt ez a visszaesés, hiszen a kisboltosoknak a 80%-a körülbelül, Satzper kávé, ők már bezártak, mert nyilván az embereknek most nem az az elsődleges, hogy virágot vegyenek. A cég vezetője azt mondja, nagyjából 8 hét alatt keresik meg egy normális tavaszi szezonban az éves bevételük felét, most viszont a legtöbb virág kiskereskedés bezárt, vagy amelyik még nyitva van, oda nem mennek vevők, ezért innen sem visz szinte senki sem virágot. Forgalom visszaesésbe ez nagyon komoly bevételkiesést jelent számunkra. Ilyenkor nagyrészt ugye az egynyári és kétnyári palánták, szezonális növények azok, amik adják a forgalmunk nagy részét. Hát ez jelen pillanatban 90%-os kiesést jelent. Ezekkel a körülményekkel számolva. A cég több mint 20 éve működik, 17 alkalmazottjuk van, most mégsem látják, miből fognak a következő időszakban megélni. A virágkereskedőkre és termelőkre ugyanis egyelőre nem vonatkoznak a kormány gazdaságvédelmi intézkedései. Nagyon reméljük, hogy át tudjuk vészelni, de ugye mivel semmiféle intézkedés eddig minket nem érintett, a járulékokat és a dolgozókat tekintve, nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Sok jóra nem számítunk. Megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből a körülményből, ami jelen pillanatban fennáll. Természetesen ugye, amíg nyitva lehetünk, addig nyitva leszünk. A higiénés szabályok betartásával, ugye kolléganő is kesztyűbe, maszkba dolgozik, minden vásárló után fertőtlenítjük a kasszát, terminált, pultot, minden egyebet. Hát hál' Istennek a légtér az elég nagy ahhoz, hogy azért többen be tudnak jönni egyszerre, ha jönnek. A Magyar Díszkertészek Szövetségének elnöke szerint az ágazat évente nagyjából 250 milliárd forintos forgalmat bonyolít, ezért rengeteg család megélhetését biztosítja a virágkereskedelem. Most viszont a kisboltok többsége csődbe mehet, ezért a szakmai szervezet csütörtökön javaslatcsomagot juttatott el az Agrárminisztériumhoz. Ne spájzolj Zoli címmel indított kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a közösségi médiában és a YouTube-on. Arra hívják fel a figyelmet, hogy nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni, mert a magyar mezőgazdaság akár 12 millió embert is el tud látni. Ne spájzolj! Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Facebookon és YouTube-on is elérhető kampányvideója. A képsorok szerint idehaza akár 12 millió embert is el tud látni a mezőgazdaság élelmiszerrel, és a boltok polcain 100-ból 75 termék Magyarországról származik. A kamara ezzel a videóval akarja felhívni mindenki figyelmét arra, hogy nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni. Az Agrárkamara a pánökszerű vásárlás visszaszorításának az érdekében egy kampányt is indított a Ne spájzolj címmel, és azt gondolom, hogy sok mindennek, de ennek a kampánynak is köszönhető az a
itt a héten is tapasztalunk, hogy visszahúzódott, alább hagyott ez a vásárlási láz. A vásárlók azok azt gondolom láthatják, hogy a készleteket az üzletekben folyamatosan mindig feltöltik, tehát nincsen ok az aggodalomra. Az elmúlt hetekben a vevők szó szerint megrohanták a boltokat, ezért ideiglenesen hiány volt Lízből. Még néhány napja is erről beszélt az egyik szekszárdi üzletvezetője. A húst kellett korlátoznom sajnálatos módon, mert egész nem csak a hús, sőt az alapvető dolgokat, értve ezt a lisztet, az étolajat, a nem is a élesztő akár, ezeket mind-mind sajnos korlátoznunk kellett, mert eléggé nagy rohamot kellett átélnünk a múlt héten. Egy vásárló, 5 kiló, akár csirke, akár bármelyikből vehetett 5 kilót. Ugyanígy a lisztet kértük, hogy 5 kilónál többet ne vásároljanak. Élesztőt korlátoztuk 5 darabra. Az alapélelmiszerek átmeneti hiánya viszont mostanra megoldódott, a termelők ugyanis átálltak a megnövekedett igényeket is kiszolgálni képes munkára. A liszthiány kezelése érdekében a malmok azok átálltak egy megnövekedett igényeknek a kiszolgálására, és folyamatosan üzemelnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a liszt ellátásában fennakadás az a közeljövőben nem várható. És a húsok vonatkozásában volt még ilyen árukészlet hiány, sőt ott extrém áremelkedés is volt tapasztalható néhány helyen. De itt is meg kell nyugtassak mindenkit, hogy nincsen hiány hazai alapanyagból, a termelők és a vágóhidak is gond nélkül működnek. A vásárlási láz az elmúlt napokban a szakember szerint alább hagyott, a készleteket a boltok ennek ellenére folyamatosan töltik fel, a mezőgazdászok pedig dolgoznak az élelmiszer utánpótlás biztosításán. Hát amint túl vagyunk ezen a havas időjáráson, ezeken a havas napokon, akkor a munkák a földeken tovább fognak folytatódni, és a termelők munkavégzése nem lesz akadályozva, sőt segítve lesz. Ugye tudjuk azt, hogy a szántóföldi és kertészeti munkák azok a kedvező időjárás hatására megkezdődnek. Nagyon sok gazdálkodó inputanyagbeszerzés, talajerőkészítés, vetés, ültetések kapcsán mozgásban vannak, tehát az ő munkájuk esetleg jövőbeni kijárási tilalmak miatt sem gátolhatók, és ugyanez vonatkozik az állattenyésztési ágazatra is, tehát itt is ugye az állattartó telepek azok nem az állattartó lakhelyén vannak javarészt, és ezért az állatok gondozásával kapcsolatos feladatok elvégzése miatt a gazdálkodók, az állattartók, az állategészségügyi szakemberek, állatorvosok ugye mozogniuk kell, és az ő munkavégzésük is tulajdonképpen megfelelő óvintézkedések mellett egész biztos, hogy biztosítva lesz. Magyarországon 400 ezeren élnek a mezőgazdaságból, ők azok, akik biztosítják a hazai élelmiszerellátás legjavát. Júliusban lép hatályba a szakképzés átalakításáról szóló törvény végrehajtási rendelete. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, az átalakítás fő célja, hogy szeptembertől sokkal többen hagyhassák el az iskolát szakmával a kezükben. A rendelet alapján az iskolának valóban szolgáltatónak kell lennie, persze az sem mellékes, hogy már minden évfolyamon valamennyi diák ösztöndíjjal is számolhat. Az erről szóló februári összeállításunkat mutatjuk újra. Lercs János már gyerekkorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől ebben a márkaszervizben tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. Ebben segíthet neki az új szakképzési törvény, hogy megismerje a szakma gyakorlati oldalát. Már nagyon vártuk, hogy megjelenjen mi is, hiszen ugye az intézmények szervezésében, munkaszervezésében felkészülni arra, hogy hogyan indítsuk el a következő tanévet helyi szinten. Nyilván ez nekünk egy alapkérdés, és ezen már így gondolkodni kell, annak ellenére, hogy még csak február közepe van. Ezért mi is nagyon vártuk, és nagyon örülünk neki, hogy megjelent. Alapjában véve most ezzel együtt tisztázódnak azok a kérdések, amelyeket egy törvény a keret jellegénél fogva nem tudott szabályozni, és számtalan olyan kérdésre kaptunk választ a végrehajtási rendelettel
ami eddig a törvényben szabályozottan ugyan, de nem részletszabályozással jelent meg. Ugye a fő irány az a szakképzési rendszerben az, hogy a 174 alapszakma oktatható, ezek az alapszakmák iskolai rendszerben. Ez igaz a mi iskoláinkra is, a Szekszárdi Szakképzési Centrumban. Tehát mi is arra készülünk, hogy ezeket az alapszakmákat fogjuk oktatni már most februárban is. Erre jelentkezhetnek a 8. osztályos tanulók. Ez most éppen nagyon aktuális, hiszen ugye február 19-e a jelentkezési lapoknak a beadási határideje. A új alapszakmák kétféle módon lesznek elsajátíthatók, technikumi formában, illetve szakképző iskolai formában, szakképző intézményi formában. A technikum alapjában véve 5 éves képzésként jelenik meg, a szakképző iskolai képzés pedig a 3 éves képzési formában. A technikumnak persze megmarad az a jellegzetessége továbbra is, hogy akik már érettségizettként szeretnének szakmát tanulni, nekik 2 év alatt erre továbbra is lesz lehetőségük, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindenki tudja, hogy a 2 éves képzések ugyanúgy megmaradnak, ahogy eddig is megvoltak. A változások minden területet érintenek, így az oktatók, a diákok és a szakmai gyakorlatot végző partner intézmények esetében is olyan új szemlélet alakul ki, aminek fő célja, hogy sokkal többen hagyhassák el az iskolát szakmával a kezükben, és a rendelet alapján az iskolának valóban szolgáltatónak kell lennie. Alapjában véve a képzési kínálatunkat már erre a tanévre meghatároztuk, illetve már úgy határoztuk meg a 2020-as tanévre a beiskolázást, hogy az iskoláinkban, ugye a megyében 9 iskolában dolgozunk, az iskoláinkban a képzési párhuzamosságokat elkezdtük megszüntetni. Vagyis ez azt is jelenti, hogy az iskoláknak egy specialitást próbálunk, az iskolákban egy-egy specialitást próbálunk kialakítani. Ez persze nem úgy jelentkezik, hogy egy-egy szakmára koncentrálunk csak kizárólag, hanem mindig képzési területekre, ágazatokra koncentrálunk, figyelve arra, hogy az intézménynek, az adott iskolának mik voltak a hagyományai, milyen feltételrendszere van, mik azok, amelyek zökkenő nélkül végezhetők, és melyek azok a képzések, amelyeket, hogyha egy másik iskolába viszünk át, akkor az nem okoz nagy gondot sem a beiskolázás területén, sem az intézményeknek a feltételrendszerében. Tehát ez már megtörtént tulajdonképpen, amiről most beszélek, és már úgy gondoltuk végig, hogy az új ágazatoknak és az új szakmáknak megfelelően próbáltuk mindezt megtenni. Egyértelműen kell meghatározni, és kellett meghatározni, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak mik a főfejlesztési irányai. Ezek is meghatározásra kerültek teljesen természetes módon, és nyilván ehhez kell igazítani minden egyebet. Az, hogy a fejlesztési területek mik, az viszont egyértelműen mindig az adott térség, megye, gazdasági jellege határozza meg. Így nálunk a két nagyon fő fejlesztési terület, vagy a két fő fejlesztési terület, az egyiken műszaki szakterület. Én azt gondolom, hogy ez teljesen evidens és egyértelmű, hogy Tolna megyében, ahol egyébként az évszázad beruházása van folyamatban, ugye a paksi atomerőmű bővítésével, itt nálunk ez egy alapkérdés, hogy itt megfelelő szakembereket képezzünk. Nyilván ez az iskolai rendszer, ez egy lassabban reagáló rendszer, tehát 3-5 év alatt tudunk képzett szakembereket kibocsájtani. A másik pedig a megye adottságait tekintve nagyon gazdag a turisztikai lehetőségek tárháza, és ez a másik fejlesztési területünk, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás területe. Itt is alkalmazkodva azokhoz a gazdaságfejlesztési elképzelésekhez, képzési oldalról persze, amelyek megjelentek már korábban is a megyei fejlesztések között. Valamint a most megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíjrendszer is támogatja a diákokat a szakma megszerzésében. Mindenki, aki belép a szakképzésbe alanyi jogon, ösztöndíjra lesz jogosult ez év szeptemberétől. Ez az iskola típustól függ,
A technikumban 8000 forint körüli havi összeggel indulunk, a 3 éves szakképzőiskolában 15000 forint havi összeggel indulunk, és mindaddig ösztöndíjat kap a tanuló, amíg a duális képzésbe ki nem megy, mert amikor a duális képzésbe kimegy, akkor már ő ugye egy munkaszerződéssel megy, és ott munkabért fog kapni. Az ösztöndíj mértéke az a tanulmányi eredménytől függ majd. Ugye ez a két összeg, amit említettem, ez a 8 illetve 15 ezer forint, ezek a kezdő lépések, és attól függően tud ez változni, hogy a tanulónak hogyan változik a tanulmányi eredménye, milyen az előmenetele, van-e fegyelmi problémája, és így tovább. Ha minden rendben van, jól tanul, és ügyes az iskolában, nincsen semmi probléma, akkor ez az összeg emelkedni tud. Nyilván, ha valaki kevésbé jó, hát ez megint egy motiváció azért, akkor ez összeg akár változik lefelé is. Most nem az a cél, hogy lefelé változzon, nyilván mindig az a cél, hogy egy minőségi képzéssel olyan gyerekek jöjjenek, és olyanok menjenek, majd tovább lépjenek ki az iskola kapuján, akik ebben jók, és minél erősebben, minél jobb, magasabb szintű tudással rendelkezzenek. Nyilván ez is egy ösztönző rendszerként jelenik meg, ez az ösztöndíj. Eddig is volt ösztöndíjrendszer, de csak olyan előre meghatározott szakmákban, amik hiány szakmáknak minősítettek, volt jelen. Ugye jelen pillanatban ez is változik, és ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ösztönzés lehet még továbbra is a tanulók és a családok számára is akár, hogy a szakképzést válasszák. Nyilván át kell gondolni a képzési struktúrát, át kell gondolni az iskola szervezési dolgokat, hiszen az eddigi duális képzési rendszerben a tanulószerződéses képzéseket is egy új típusú gondolkodás váltja fel, ami gyakorlatilag arról szól, hogy szakképzési munkaszerződéssel fognak a tanulók a duális képzésben részt venni. Ez még nem most indul szeptemberben, ez a része legalábbis. Leghamarabb majd 2021. februárban lesznek olyan tanulóink, körülbelül egy év múlva, akik már az új munkaszerződéses rendszer szerint tudják végezni a képzéseiket, hiszen akik most 9. osztályba lépnek be, náluk az ágazati alapozás szakasz indul meg, ami ágazati alapozási szakasz alapszabályként iskolai tanműhelyben kell végezni, és ez a technikumban egy 2 éves szakaszt fog jelenteni, a szakképző 3 éves szakképzőiskolában pedig egy 1 éves szakaszt fog jelenteni. Változik továbbá az oktatók kötelező óraszáma, ez 22 óra lesz. A szabadságok tekintetében a 20 nap alapszabadság mellett 20 nap pótszabadságot határoznak meg, ami életkor alapján fog járni. Így például egy 46 éves oktatónak már 50 nap szabadsága is lehet. Az oktatóknak egy más típusú gondolkodásmóddal kell magát az iskolát megközelíteni, és nem csak az oktatóknak, azt gondolom mindenkinek. Ez iskolának valóban szolgáltatóvá kell válni. És ez a szolgáltatóvá válás, ez pontosan azt fogja jelenteni, és a gondolkodásmódban abban kell jelentősen változni mindannyiunknak, hogy mik azok az igények, amiket a környező gazdaság, a bennünket körülvevő térségi igény megfogalmaz, és nekünk erre kell mozdulni, és erre kell reagálni. Vagyis pontosan tudnunk kell azt, hogyha kialakítjuk a képzési programjainkat, egy-egy szakmát tekintve, akkor abban mik azok a specialitások, amit a helyi vállalkozások igényelnek, amit egy-egy cég vagy cégcsoport, nagyobb cégek együttesen igényelnek, de akár a KKV-szektort is értem ez alatt, és a kisebb cégek együttese is. Ha ezeket meg tudjuk fogalmazni, és felénk is megfogalmazzák, akkor azt gondolom itt ér össze az iskola és a gazdaság. Ez egy alapvetés, ezt tanuljuk, ezt a gondolkodásmódot, és ezt mindenkinek el kell sajátítani, azt gondolom iskolán belül, iskolán kívül egyaránt. Én nagyon szeretnénk azt, hogyha olyan szakemberekkel tudnánk a jövőben együtt dolgozni az eddiginél sokkal jelentősebb számban, akik a gazdaság területén dolgoznak, vagy ott szereztek korábban magas szintű tapasztalatot. Ugye az új szakképzési törvény és a végrehajtási rendelete egyértelműen kimondja azt, hogy
hogy a közalkalmazotti szférából a munkatörvénykönyve alá kerülünk át. Ez nálunk is meg fog történni teljesen természetes módon ez év nyarán, és azzal, hogy ez megtörténik, egy rugalmasabb foglalkoztatást látunk, és annak a lehetőségét látjuk, hogy egy rugalmasabb foglalkoztatási lehetőség lép be, hiszen megszűnik például az a kötöttség, hogy óraadót milyen időkorlátban alkalmazhatunk. Vele együtt ugye megjelenik egy bértömegnövekedés a szakképzési centrumban. Ez a bértömegnövekedés viszont majd azt teszi lehetővé, hogy egy magasabb óradíjjal tudjuk a gazdaság szereplőit és azokat a mérnököket, technikusokat bevonzani az oktatásba, akik ehhez kedvet éreznek, affinitásuk van. A tanulók mellett a tanárok is megemelt juttatásokban részesülnek. A 2020 júliusától életbe lépő szabályozás 32 000 pedagógust érint, a fizetésemelés országos átlagban akár 30%-os is lehet. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.